Október 3-a és 6-a között 4 egymást követő estén mutatta be a gödöllői Garabonciás Színtársulat vendégművészeivel kiegészülve Rostand Cyrano de Bergerac című drámáját a Művészetek Házában. A Garabonciás Színtársulat 15 évvel ezelőtt a gödöllői Damjanich János általános iskolában alakult meg. Először a szülők báján adtak elő egymás a paródiát az iskola pedagógusai. Az évek folyamán ebből az alkalmi szerveződésből nőtte ki magát elismert amatőr társulattá a csoport. Csatlakoztak további kollégák, szülők, barátok, ismerősök, akik évről évre közösen színpadra állítottak egy-egy komolyabb darabot a több könnyedebb műfajú előadás mellett. Az első nagyobb szabású darabunk az Ancónai szerelmesek volt. És ez olyan sikert hozott, hogy azzal kikerültünk a Művészetek Házába, és azt játszottuk vagy 5-6-szor, nem is tudom pontosan hányszor, és tulajdonképpen az indította el a lavinát. Onnantól kezdve már olyan sikere meg visszhangja volt az előadásainknak, hogy eleve oda kellett szervezni az előadásokat, nem pedig a Damjanich iskola összenyitható termébe. És onnantól már mögöttünk állt a Művészetek Háza is, teljes apparátusával, szervezésével, technikai személyzetével, és segítette az utunkat. A Garabonciás társulat csak abban az értelemben nevezhető amatőrnek, hogy tagjai nem hivatásos színészek. Az igény, amivel a produkciókat megalkotják, mindig az, hogy profi módon állítsák színpadra előadásaikat. Játszottunk Goldónit, az volt az első előadásunk, a piac téren sok száz ember látta, ott ijesztően sokan voltak, persze felemelő érzés volt nagyon. Aztán játszottunk Shakespeare Windsori végnőket, majd egy Molnár Ferenc Liliumot. A Galócát újból elővettük, az egy régebbi előadásunk, azt játszottuk az előző évadban, és bővült a repertoár gyerekdarabokkal. 3 rablót játszottunk a Gödöllő Konzorttal, összefogva a Csodás zenét játszottak nekünk. Most a múzeumok éjszakáján Bagdadi Tolvajt báboztunk, ez egy báb előadás, és hát a Cyrano a mostani a koronája a munkánknak, ahova idáig eljutottunk. A darabban a főhős Cyrano szerepét dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere alakította, akinek nem ez volt az első színpadi szereplése. Gyermekkorában szavaló versenyeken indult, később pedig az iskolában, majd az egyetemen is fellépett színi előadásokban. Gödöllőn 1992 óta évről évre feltűnik a nőnapi gála műsorokban. Rostand 1897-ben írt nagy sikerű drámája a 17. századi Franciaországban játszódó Cyrano de Bergerac színpadra állítása is az ő ötlete és kezdeményezése nyomán indult el Gödöllőn. Ha lenne önben szellemes tudás, de szellemet, boldogtalan tudás, ön sose látott, és azt tudja csak, hogy milyen látem is lehet olyan. De ha lett volna önben annyi szellem és lelemény, hogy kitárta volna mindazt, amit itt összehordtam ének díszes úri hallgatók körében, az első mondat kezdő negyedét éles kardommal vágtam volna szét. A Világirodalomnak egy nagyon szép darabja. Nagyon régóta ismerem, néhány részletét tudtam is egyébként ez ormonológot, azt több alkalommal elő is adtam, meg a holdas jelenetet. Édesapámnak is ez volt az egyik kedvenc drámája. És nagyon régen gondolkoztam azon, hogy egyszer ezt én eljátszom. Persze sokáig ez csak álom volt, aztán arra gondoltam egyik pillanatra a másikra, hogy közel a 60-hoz, ez a vágyom nem teljesülhet, hanem látok neki. Aztán megkerestem a Garabonciás Színtársulat vezetőjét, Mészáros Beátát, aki nem kis darabokat állított már színpadra itt Gödöllőn, hogy mit gondol erről, és hogy partner tud-e lenni ebben a elképzelésemben. Partnerre találtam benne a Garabonciás Színtársulatba, és még egy kérésem volt, ez is az én kérésem volt, hogy a fiam Gergő, aki egyébként játszott itt Gödöllőn is több darabban, még főszerepet is, hogy ő vele játszhassam el, a Krisztián ő legyen, és ebben is partnerek voltak. Meglepődtem,
de a mi ismeretségünk azért nem onnan datálódik, amikor polgármester úr felkért erre. Mi dolgoztunk együtt több ízben a nőnapi ajándékkosár egy-egy jelenetében. Volt egy emberi, meg egy, hát nevezzük szakmai kapcsolatnak, tehát dolgoztunk együtt színdarabban, ezekben a kis jelenetekben, és azért nagyjából tudtam, hogy mire számíthatok, hogyha együtt dolgozunk. Nyilván ez egy sokkal nagyobb lélegzetű, meg egyéb más igényeket támasztó darab is, de nem a semmiből jött. Természetesen meg kellett beszéljem a többiekkel is, és úgy döntöttünk, hogy szövetséget kötünk, és megcsináljuk ezt a munkát, és szívvel-lélekkel mellé álltunk innentől kezdve. A színdarabban a társulat tagjaival és a vendégművészekkel együtt összesen 17-en játszottak. A női főszereplőt Roxánt alakító Márton Emese Budapestről érkezett a társulathoz. Ő nem csak a gödöllői garabonciások közt volt új szereplő, hanem tulajdonképpen a teljes színházi világban is. Nekem van egy nagyon kedves lakótársam, Kósa Eszter, ő is játszik a darabban, ő már jó pár éve a garabonciás színtársulat tagja, illetve nagyon régóta, 10-15 éve, ha jól tudom, színjátszik, és vele kezdtem el különböző workshopokra eljárni. Ezek a workshopok alapvetően inkább improvizációs jellegű workshopok voltak, és mivel ugye együtt eljártunk, kiderült, hogy amúgy engem is érdekel a színház területe, és mesélte, hogy egy új színdarabba fog szerepelni, ugye Cyranóban, megkapta a Duenna szerepét, és nagyon-nagyon motivált arra, hogy próbáljam meg a castingot, mert ugye a rendezőasszony Mészáros be a castingol a szerepre, és igazából ő győzött meg arról, hogy legjobb esetben sikerül, és megkapom a szerepet, tehát igazából nincs mit vesztenem. El is mentem Gödöllőre, találkoztam Beával a rendezővel, ott volt egy kis casting, ami részt vettem, és még aznap megkaptam a szerepet, tehát teljesen egy ilyen megdöbbenés volt rajtam, hogy én, aki ugye korábban nem színjátszottam így színházban konkrétan, rögtön megkaptam egy főszerepet, és ilyen hatalmas nagy izgatottsággal vártam azt, hogy elkezdjünk próbálni, és hogy milyen is ez a terület, hogy milyen ilyen színtársulatban, egy színtársulat, hát nem tagjaként, de mint amatőr színész kipróbálni önmagamat. Az előkészületek és a próbák már 2014 őszén elkezdődtek. Az alkotás körülményeit tekintve azonban az egyéves felkészülési idő mégsem mondható hosszúnak, hiszen annak ellenére, hogy a mű leginkább a főszereplő alakjára épül, mégis szövevényes a történet, a cselekmény több szálon fut, sok apró jelenettel, sok szereplővel. A darab sajátosságain túl pedig még azt is figyelembe kellett venni, hogy a színészek munkájuk és egyéb elfoglaltságaik mellett tudtak időt szakítani a próbákra. Kezdtük a heti szokásos két próbánkkal, hétfő szerda 7-től 10-ig. Nagyon sokszor volt emellett hétvégi próbánk a fő szereplőkkel. Szombat vagy vasárnap, ez sokszor 10-től 5-ig, tehát egy egész napos próbát is jelenthetett. Aztán társulattal is csináltunk egész napos próbát, a 10-től 5-ig szintén előfordult ilyen, hogy összejöttünk egy hétvégi napon, általában akkor tudtuk összeegyeztetni ezeket a próbákat. Elvonultunk úgynevezett edzőtáborba Balatonlellére, ahol egy 3 napot intenzíven, reggeltől estig próbáltuk a darabot. Az utolsó héten minden nap próbáltunk, vagy mondhatni az utolsó 2 hetet szinte minden nap próbáltunk. Cyrano de Bergerac drámája 2 óra 50 perces előadás volt 2 felvonásban. A garabonciás társulat a darabban többségében az eredeti arhaikus nyelvezetű Rostand szöveget használta, melyet Ábrányi Emil 1898-ban fordított magyar nyelvre. Az előadás teljes szövegkönyve közel 200 oldal volt. Mondd meg neki! Nem, soha! Miért? Mert csak titokban szerethet ilyen arc. Ha rúgtá válnak képen, szeretne akkor is! Őrizne a szívében! Ő mondta? Az imént! Nekem vigasztalás? De nem, ne idd el, őrültség, semmi más. Boldog vagyok, hogy így beszél a szívem is neved, de komolyan neved. Elvesztünk mind a ketten, ha erre sokat adsz, csak addig szeret engem, amíg te szép maradsz. Meglátjuk mindjárt. Nem. Válaszol ő? Minden nem válasz. Nem, rémítő. Csak mert szép vagyok, megöljen boldogságot, igazság ez. Sok időt igényelt persze nyilván, de hát ez ilyenkor benne van a kalapban természetesen. Tudtam, hogy hosszú darab, ismertem a
terjedelmét. A szöveget nyilván nem, van még egy nehézsége nyilván, hogy nem a mai szlógenek vannak benne és a mai szóhasználatok, hanem egy régies típusú nyelvezet, ami egyébként fantasztikusan szép és nagyon szépen fejez ki gondolatokat, de hát azt megtanulni azért nem olyan egyszerű, mint egy sima szöveget, meg hát nyilván úgy megtanulni, hogy aztán értse a néző is, hiszen ma nem ezekhez a szavakhoz, ezekhez a szószerkezetekhez, mondatszerkezetekhez vagyunk szokva, de azt hiszem, hogy sikerült az a része is. Sok időt vett igénybe, nem tudom, hogy ez mennyi óra volt, nem is nagyon érdekelt. Amikor volt egy kis időm, elővettem, volt, amikor éjszaka, volt, amikor hajnalba, volt, amikor sportolás közben, amikor a szobabiciklire fölültem, úgy tanultam a szöveget, és próbáltam memorizálni. A színészek nagyszerű alakítása mellett az előadás színvonalát és hangulatát, a gyönyörű korhű jelmezek, a látványos díszlet és a különleges zenei betétek még tovább fokozták. Mindenképpen meg kell említeni azokat az alkotókat, akik a díszlettel, a jelmezzel, a zenével járultak hozzá az előadáshoz. A jelmezeket, amiket sokan dicsértek, a Jókai Színháztól, Békés Csabai Jókai Színháztól kaptuk. A világításban segítkezett a játékszín világosítója, hogy nagyon köszönjük, nagyon profi, szép látványt varázsolt nekünk. A díszletet olyan munkatársam csinálta, aki eddig is minden előadásunk díszletét tervezte és kivitelezte, Hernádi Zsolt, szobrászművész, és hát most is kitett magáért, remek és nagyon szép színeket varázsolt a színpadra. A zeneszerző Szita Miklós, a Talambaütő Együttes tagja. Vele egy mesejátékban dolgoztunk már a Cyrano előtt, és úgy gondoltam, hogy nagyon szívesen dolgoznék vele. És ez beigazolódott a beszélgetéseink, a munkabeszélgetéseink által. Nagyon egy kaptafára járt az agyunk, és azt hiszem, hogy nagyon szépen összejött az ő gondolata, meg az enyém. Hát eleve én úgy álltam hozzá, hogy nagyon ne szakadjunk el a kortól, ahol játszódik, illetve amikor íródott, tehát ez a 17. századi zenei kortól én nem annyira szerettem volna elszakadni, viszont nem akartam egészen korhű zenéket, úgyhogy inkább a hangszerelésben és kicsit a dallamvilágban próbáltam megtartani a zenei textúrát, ha lehet így mondani, és ezen kívül pedig tehát minden saját dallam volt, amit komponáltam, csak próbáltam ezt a korabeli franciaságot, ha lehet így mondani, egy kicsit belecsempészni a dologba. Mivel nem volt lehetőség élő zenei felvételeket használni, ezért ezt mind számítógépen raktam össze, de nagy részt élő hangszínekből, de hát van, ahol majdnem teljes szimfonikus zenekar, van, ahol mondjuk fúvós ötös játszik, illetve sokszor vannak benne fúvós hangszerek, ilyen korabeli hangzásokat reprodukálandó. Az előadás különlegessége volt továbbá a jeleneteket elválasztó bábjáték, amely a darab lelki síkját szimbolizálta. A báb különösen alkalmas erre, hogy egy átvitt dolgot, egy áttételt, egy jelentés átvitelt vigyen végbe. És megpróbáltuk megjeleníteni azt a lelki síkot, amit esetleg szó szerint az előadás nem mond ki. Tehát mi játszódik Cyrano lelkében, Roxane lelkében, meg az egyik báb megjelenítette azt a kis szörnyet, mi magunk között így hívtuk, aminek Cyrano magát látja. És ezeket voltak hivatottak a bábok megjeleníteni a színváltások között. Egy ilyen kis lírai betétet képezve, kis lírai intermezót, nagyon sokan dicsérték, hogy milyen szép volt. Persze azzal a zenével, amit azt hittem, Mikli oda komponált nekünk. A Cyrano előadásain az utolsó székig megtelt a Gödöllői Művészetek Háza közel 400 fős színházterme. Nem is gondoltam volna, hogy egy-egy előadás 400 főt minden nap oda fog vonzani. Nyilván ez köszönhető azért annak is, hogy ugye Gémesi György a polgármester volt a főszereplő, de ugyanakkor éreztem azt is, hogy valószínűleg azért az embereknek a nagy része mégiscsak azért jött el, mert kíváncsi volt, mert egy kicsit ki akart kapcsolni, és egy olyan darabot megnézni, ami érdekelte őket. Abban a világban, amiben élünk, azzal a sok-sok feszültsége, problémával, közvetlen környezetünkben, a tágabb és a még tágabb világban, ami most Európában és a világban folyik,
hogy bekapcsoljuk a televíziót, és minden nap újabb és újabb olyan híreket kapunk, ami a lelkünket nem biztos, hogy örömmel tölti el. Sokszor nem találják még a legokosabb emberek se a megoldásokat, és ezekkel a folyamatokkal együtt élünk, akkor az egyik nagy kapaszkodó a kultúra lehet. A kultúra tiszta, világos és szép gondolatokat fogalmaz meg, érzéseket vált ki, érzelmeket vált ki, gondolkodásra készteti az embert, legyen az zene, legyen az színdarab, legyen az bármilyen más területe a kultúrának. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy egy közösség életében ez lehet az egyik kohézió, az egyik összetartó erő, hogy igen, lehet, hogy egyik vagy a másik így vagy úgy gondolkodik, lehet, hogy kisebb-nagyobb problémával küzdik, de ott együtt, vagy egy színházban, vagy egy koncerten, vagy akár egy gyerekelőadáson, ott mégis valahol közösséget alkotunk, annak az értékrendnek a mentén, amit az a kultúra közvetít. És innen jön a második gondolat, hogy a minőségi kultúra. Tehát nem a commerce, csak szórakoztatóipart kiszolgáló kultúra. Az is van, néha is kell is, persze nyilván, de azért legyen értékközvetítő kultúra. És ez itt Gödöllőn most már nem csak egy hagyomány, hanem elvárás is. A darabot végül óriási elismerés övezte. A visszajelzések meghatóan pozitívak. A legtöbb jelző, nem akarok szerénytelen lenni, amik eljutottak hozzám, az a nagyszerű, lenyűgöző és a profi. Természetesen nem gondolom, hogy hibátlan az előadás, nem is lehet az olyan, nem is igen létezik, de úgy tűnik, hogy megnyertük magunknak a közönséget, és nem csak magunknak szereztünk nagyon szép és ihletett pillanatot, hanem azoknak is, akik nézték az előadást. És amire a legbüszkébb vagyok, azok a dicséretek, amik az összmunkát, az egész csapatot, az egész teljesítményt értékelik, és rengeteg volt ebből. Nekem ezek jelentenek a legtöbbet. Azt hiszem, hogy sikerült megérinteni a lelkeket, és nekem ez volt a legfontosabb. Egy ilyen színházi előadásban lehet valaki professzionális, gyönyörűen elmond valamit, eljátsza, de nincs benne töltés, akkor az én megítélésem szerint nem ér annyit, mint hogyha esetleg van néhány apró hiba, de megérintem a nézők lelkét. És ahogy visszajelezték a barátaim, ismerőseim, vagy azok az ismeretlen, akik látták, sikerült nem kevésszer ezt a helyzetet előteremteni, elővarázsolni belőlük, és ez úgy, hogy ők ott vannak nézőként, mi meg a színpadon, mégis egy közös felületet ad nekik és nekem. És ez fantasztikus érzés. Óriási boldogság volt egyébként. A vendégművészekkel kiegészült Garabonci Színtársulat idejét és energiáját várhatóan a jövőben is lefoglalja majd a Cyrano. Az előadást még egy ideig biztosan repertoáron tartják, hiszen a nagy sikerre való tekintettel már az ország több helyszínére is meghívást kaptak.